az állampolgárok biztonságérzetét nagyban fokozni fogja, már csak azért is, mert ezekkel az eszközökkel hatékonyabban, gyorsabban, pontosabban fogjátok tudni az állampolgárnak a segítséget megadni. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tavaly decemberben adta át a megyei igazgatóságoknak az új mobil laborokat. A speciális jármű azonban mostantól teljesít élesben is szolgálatot Vas megyében. Ez a műszer 12 000 anyagot tud azonnal analizálni. Így rögtön tudják a katasztrófavédők, hogy milyen veszélyes anyaggal állnak szemben, milyen intézkedésekre van szükség. Az egyik felén van egy TVS-3-as meteorológiai berendezés, amelyikkel mint a meteorológiai viszonyokat tudjuk elemezni, és a légkörben lévő veszélyes anyag mennyiségét, valamint itt ez a kis zöld berendezés, ez egy sugárkapu, ami mind menet közben, mind állóhelyzetben monitorozni tudja a gépjárműveket, a mellette elhaladó gépjárműveket. A mobil labor kiemelt szerepet kap a veszélyes áruszállítás ellenőrzésében. Ezen a gépjárműben olyan eszközöket helyeztek el, ami a lakosság védelmét nagyban befolyásolja és elősegíti. Hatékonyabb, gyorsabb lesz egy-egy katasztrófa felszámolásunk. Ezek az eszközök úgy gondolom, hogy teljesen modernek, mai technológiának megfelelőek. A hatékonyság érdekében fontos, hogy a tűzoltók biztonságosan végezhessék munkájukat. A Mentsünk Együtt című szlovén-magyar pályázatnak köszönhetően 2012-től több határon átnyúló gyakorlaton vettek részt a vasi katasztrófavédők, most pedig jelentős eszközbeszerzésre is sor került a projekt keretében. Az egyik a vízből mentéshez, jégről, jég alól mentéshez különböző búvárfelszerelések és ilyen ennek kiegészítő eszközei, illetve a légzőkészülék felügyeleti rendszer, ami a zárt térben történő tűzoltásnak a komoly fejlődését jelenti a mi esetünkben. A műszaki mentésben pedig a most beszerzett alátámasztó rendszereknek, valamint feszítő-vágó berendezéseknek veszik hasznát. Az új eszközöket a közeljövőben több gyakorlaton is kipróbálják a katasztrófavédők.